az apukának az édes testvére, mivel az ő lány is ugye kézilabdász, 11 éves voltam, és azt mondta, Boki, gyere, próbáljunk ki a kézilabdát. Hát, ahogy megfogtam a labdát, úgy azt mondták, hogy tehetséges, és váltam, úgyhogy azóta is imádom. Amióta kézilabda jött az életembe, azóta semmi más nem érdekel. Szóval olyan szinten volt, hogy biciklivel mentem, emlékszem Palicsra meg a pályán, hogy magam mellett, vagyis bal kézzel patogtattam a labdát, és így vezettem a biciklit, szóval ilyen szinten imádtam. 15 éves koromban, akkor még Nagy Jugoszlávia volt, és akkor a Zombor az egy akkor NB1-es csapat volt, ugye, és akkor hívtak meg, és akkor úgy mentem oda, és akkor mondták, hát majd egyszer leszek én is NB1-es játékos, és erre annyira javult ugye a képességem, meg minden, hogy már 16 évesen NB1-es stabil játékosa váltam. Belgrádban volt a nagy csapat a Radnički, és akkor ott voltam közben egy évet, de hát ugye ott többsége ültem a kispadon, meg ugye az nagy sztárok voltak annak idején. Aztán visszamentem Zomborba meg egy évet, és akkor úgy kerültem ki a Valenciához, Spanyolországba, igen, 20 évesen. És akkor utána ott voltam egy évig, ott nagyon nagy térműtétem volt, és akkor én minden áron haza akartam menni. És a katona Sándor, ő az edzőm volt, ő is igazából magyar, és neki köszönhetek azt, hogy a Zalaegerszegre kötöttem ki, és akkor így kezdődött a pályám Magyarországon. A Zalaegerszeg ugye az volt az első évem, és akkor rögtön is lettem a gólkirály a bajnokságban, és akkor voltak azért egy 3-4 felkérésem, és akkor a Dunaros úgy bizonyult a legjobbnak. Édesapád unszolására jöttél Dunaújvárosba? Igen, édesapán unszolása, így igaz, sajnos ő is meghalt a legnagyobb bánatomra, aki nagy sportember volt, és igazából neki köszönhetnek azt, hogy ő ide, bár én egy kicsit féltem attól, mert az még nagy Dunafer volt annak idején, ugye, és én az egy kicsit féltem, és ő azt mondta akkor, hogy ez a legjobb döntés, és akkor írtam alá először 2 évet, és akkor sajnos ő utána meghalt, és azt mondta, itt lesz a jó helyem. Tudjuk, hogy annak idején azért voltak háború nálunk meg minden, és nekem nem volt ugye igazából lehetőséget ott ugye kézilabdázni, és hálás vagyok azért, mert itt vagyok, jó munkám van, mindent megkaptam, és nekem is sokat segítettek, és én mai napig is ezzel hálás vagyok, mert tényleg szerencsé volt akkoriban, hogy ilyen játékos társaimmal tudjak együtt játszani, és ilyen sikereket hozni, ugye. Hát akkor emlegetem az EHF kupát, az első, ugye, akkor a Super kupát utána, ott van a BL, mindegyiknek megvan a maga kis, ami öröm volt akkoriban. Természetesen a BL győzelem az volt a fő, igen. Ami nem is gondoltuk volna. Hát akkor nem is mi voltuk a favoritok, ugye, hogy megnyerjük ezt a kupát, de valahogy úgy, hogy ez az együtt tartott minket ez az egész, és együtt egymással küzdeni, és szerintem az volt a legfőképp a sikernek. Iszonyatosan sokat bántottak téged a pályán, fizikálisan az ellenfél. De nekik ez a dolguk. Ütöttek, vertek téged folyamatosan, igen. Nem féltél soha ezektől az ütésektől? Életedben soha. Nem. Én mindig izgultam, mint ahogy a kamerák előtt, és egy kicsit mindig izgulok, ugye mindig azt mondja, hogy ilyen magyar nyelve van, egy kis gondom lesz, de hát, hogy nem, én attól nem tartottam. Nem. Mit váltott ki belőled az, hogy iszonyatosan nagy ütéseket kaptál a pályán? Annál jobban. Azt nálam azt váltott ki, hogy én nagyon jobban játszok. Ugye, hát akkor mérges leszek, ugye, akkor felveszem a harci, a munkásruhát, ugye, ahogy szoktak mondani, és akkor még jobban. Egy győzelem az egyszerűen nem tudom, talán a gyerekszüléssel, ugye, ez lehet hozzáhasonlítani, ugye, persze az első, az a gyönyörű, de én ebből táplálkoztam, szóval nekem az arra szükségem volt, mint a társaimnak, az kell a győzelem. Tudsz veszíteni? Nem. Semmiféle körülmények között nem. Azért voltak vesztes mérkőzéseid is a pályafutásod alatt, azokat hogyan dolgoztad föl? Hát nagyon nehezen. Mindig elsősorban magamba kerestem a hibát. Sokáig emésztettem magam belül, mert nem is látszott úgy kívül, akkor mindig gondolkoztam, mit kellett volna, mit kell máskor jobban tenni. A Sydney olimpiai döntő az egy elvesztett arany volt, vagy egy megnyert ezüst? Nem tudom, ezt egyszerűen elbuktunk. De hát én annak az ezüstnek is úgy nagyon örülök, ugye, mint szerintem a csapattársaim, mert senki nem várta tőlünk, hogy odaig. De hát már ugye, hát már odaig jutottuk, akkor tényleg voltunk a legjobbak, aztán mégse valamiért szinte sikerült, sajnos. Az hagy hiányérzetet benned, hogy nincs olimpiai?
Aranyérem? Hát kiben nincs. Ahogyne. Más az a kifejezés, az olimpiai bajnok vagyok, vagy éppenségem olimpiai második. Hát akkor ez, még, ez az érzés maga, ez hiányzik. Igen. De hát kétszer választottak meg a világ legjobb játékosának, és ez egyedülálló a sporták történetében. Ezt imponál természetesen nekem is, végül úgy meglepő nekem is, hogy azért kétszer a világ legjobb lenni, azért igen jó dolog, hogy ne. De hát a világ legjobb azért is világ, hogy nekem, mert nekem olyan csapatársai, mondom, hogy aki ebbe tényleg segítettek, és én nélkülük nem jutottam volna erre a címre se. Én úgy gondolom. Te 2004-2005-ben döbbentél rá arra, hogy már nem lehetsz olimpiai bajnok. Igen. Ez megrázott, ez a felismerés? Hát meg, és akkor ott voltam, akkor át kell adni a pályát a fiataloknak, csak sajnos nagyon hamar. Így elpörögtek ezek az évek, én nagyon szerettem volna, még szeretném most mondani, hogy 10 év fiatalabb lennék, akkor még tudnék játszani, szóval szeretnék én sok ugye minden, de kaptunk ezt a szép feladat itt Dunárosban, és aztán ezt úgy valamilyen szinten pótolja ezeket a dolgokat. Az én szakmai ugye vezetésem az akadémiánál, akkor a felnőtt csapatnál akad azért, hál' Istennek, ugye a dolgunk. De hát ugye most beleráztunk mi is ebből, hogy egy kicsit már jobban, én is már ebből a vezetői posztomban az elején meg barátkoztam veled, de úgy gondolom, hogy kialakítottuk egy nagy családot itt, hogy mindenki jól érze magát. Bár most kicsit nehéz, ugye, mert itt most kívül állok az egészbe, bár itt vagyok a vezető a klubnál, meg minden, hogy sokkal nehezebb ez a munka a hátterébe, amit intézni, mint az, hogy a pályán volt egy dolgot, azt tenni kellett, és azt imádtam én a mai napig is, hogyha ha nem lenne gond a derekam, én mai napig is játszanék, mert annyira szeretem. Ez is nagyon hálás és nagyon szép feladat, de az valahol az a kézilabda, most is lemegyek holnap az edzésre, aztán segítek, hát ebből a szempontból lejövök edzésre, segítek a lányoknak egy-két trükkben, meg próbálok nekik átadni ilyen dolgokat, ami bennem vannak. Hálás vagyok az édesapamnak, hogy ide hozott, és igaza is volt, ugye, mert én akartam még annak idején, hogy kicsi voltam, hogy otthon az anyukám mellett maradni, és apa azt mondta, hogy nem. Ugye, hát ez volt egy kis harc is köztünk, és mennyire igaza lett. Igen. Nehéz volt, nem volt egyszerű, de hálás vagyok természetesen ezért, mert szeretek itt lenni.